Erős vár a mi Istenünk! Nagy szeretettel köszöntöm Tépszalaki testvéreket a húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnap ünnepi Isten tiszteletünkön. Szeretettel köszöntöm a Répce TV képernyőn keresztül kapcsolódókat is. Köszönjük a Répce TV-nek a felvételt, hogy így eljuthat az evangélium az otthonokba is. Húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnap talán már kellőképp távol kerültünk húsvét ünnepétől, hogy újra úgy érezzük, hogy a régi sérelmek, megkötözöttségek, fájdalmak, nehézségek, a gyász, vagy bármi más megkeményítse a szívünket, megkötözzön, és ebből nehéz mozdulni. Ezt az ünnepet, az örvendezés, az újongásra hívás vasárnapjaként is szoktuk emlegetni, jubiláte, örvendjetek, és talán mindezek miatt nehezen találjuk, hogy miért is örülhetnénk. De arra hív a mai ünnepen Urunk igéje, hogy felfedezzük, hogy az életünk valójában milyen alapokon áll, hogy miért lehet örömünk akkor is Krisztusban, hogyha oly sok búbánat is ér minket, ahogyan arról énekelni fogunk majd. Pál apostol így fogalmazza meg mindezt a vasárnap igéjében. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Ebben erősödjünk örömmel és reménységgel a mai Isten tiszteletünkön. Thank you.
magasztaljátok nagy dicsőségét. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindjártokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk most méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Istenem, Te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bűneimmel önmagamnak és embertársaimnak, főként pedig atyai szívednek. Szabadíts meg bűneimtől, és add nekem az új élet örömét. Jézus Krisztusért kérlek. Amen. Bizony mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül.
Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, Isten igényére válaszolva valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Tesszalonikiakhoz írt első levelében, az 5. fejezetben, a 16. versről a következőképpen. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Amen.
Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban talán éppen itt az ideje. Éppen ma van az alkalmas idő, jubiláte vasárnapján arra, hogy az örömeinkre gondoljunk. Hogy számot vessünk most az örömeinkről végre. Kedves testvérem, minek örültél ma reggel? Minek örültél legutoljára? Mi az, ami először eszedbe jut? Milyen örömök vannak most az életedben? Tudsz-e örülni a napsütésnek, a madárhangnak, az éneklésnek, a nyíló virágoknak, ahogyan ma a templomba érkeztél? Tudsz-e örülni a gyermekszónak, a testvéri köszöntő kéznek és szempároknak? Tudsz-e örülni az új reggelnek? Általánosságokról beszélek persze, mert bár az örömeink jelentős része közösségben válik valósággá, de attól még személyesen érint meg, és kinek más örömei lehetnek, más árnyalatokkal, de vajon felismerjük-e azokat? Vajon össze tudod-e szedni, kedves testvérem, az örömeidet? Minek örültél utoljára? Milyen örömök vannak most az életedben? Az Élet játéka című könyv is pont erről szól. Egy gyermekregény, tulajdonképpen a szüleit elveszítő kisleány Pollyanna életéről, hétköznapjairól szól, amikor szigorú puritán nagynénjéhez kerül árvasága után, és a mindennapjai során egy szokatlan, az ő meghalt édesapjától tanult játékot alkalmaz a nehézségek leküzdésére, megtalálni minden bajban és történésben azt az egy valamit, aminek örülni lehet. Ez az élet játéka. Ezt játssza ő napról napra. És ezzel a hálás, örömöket kereső élettel átformálja a megkeseredett nagynénye életét is. És annyira különleges, ahogyan a regény végére ez a megkeseredett asszony is egészen megváltozik. És ezt olvassuk a végén a nagynénitől. Ez a kisangyal rájött, mennyire haragszom a hétfő reggelekre. Azt mondja nekem egyszer: Nancy, én a maga helyében örülnék, hogy most hétfő reggel van. Ugyan miért, kérdem én? Hát azért, mert egy egész hétbe fog telni, amíg újból hétfő reggel lesz. És akármi legyek, ha azóta nem gondoltam erre minden egyes hétfő reggel. Mert tetszik tudni, muszáj volt nevetni. Ha pedig az ember nevet, könnyebben megy minden. Az élet játéka. Mint ha Pál persze ennél is tovább menne. Mert Pál valahol még mélyebbre megy, amikor az új szövetség legkorábbi iratát, a Tesszalonikiakhoz írt első levelét megírja. És különös, hogy az új szövetség legelsőként keletkezett írott szövegében ott találjuk ezt az igét, a mai alapigénk kezdő sorát: mindenkor örüljetek. Mindenkor. Nem túlzás ez, kedves testvérek? Lehet vajon mindig örülni, mindenkor nevetni? Ezt képtelenség gondolhatjuk. Mindazzal, amivel az Isten próbára tett minket életünk során, mindazzal, amit talán nem is tudunk megmagyarázni. Hogyan lehetne mindenkor örülni? Sőt, általában, hogyha valaki látványosan mindenkor örül, akkor megszólal bennünk a gyanú, hogy ott valami nincsen rendben, akkor itt vagy képmutatásról, vagy valami még szörnyűbbről lehet szó. Mi lehet az állandó örvendezés mögött? Mert senki sem örülhet mindenkor. Nincs mindig okunk örülni. Szentírásban is olvassuk, hogy megvan az ideje a sírásnak, és megvan az örvendezésnek. De akkor miről beszél Pál?
Igen, talán nagyon hasonlóról, de valahol sokkal többről és mélyebbről, mint amire Poli Anna is rájött a regényben. Arról, hogy milyen, amikor más alapon látod az életet. Arról, hogy lásd végre más alapokon az életet. Mert más alapokon van az életed. És valóban Pál apostol levelének az egészéből is ez derül ki, hogyha végig olvassuk, hogy ő más alapon látta az életét, ő Krisztusra épített, az Isten szeretetére, és ezért tudott így búcsúzni a tesszaloniki gyülekezettől, szeretett testvéreitől, hogy mindenkor örüljetek, mert más alapokon van az életetek. Nem kell, hogy a fájdalmak, az egyébként elvitathatatlan szomorúságok és kétségek és nehézségek kerekedjenek felül. Igen, azok ott vannak az életetekben, de nem kell, hogy ezek legyenek az életetek alapjai, hanem a reménység öröme formálhat át mindent. Pál szerint így is lehet. Csak az nem mindegy, hogy milyen alapokon látod az életet. És itt talán, ha nem is olvassuk most el együtt a levél egészét, de ezt a különös kiragadott ige szakaszt is jobban megérthetjük, hogyha megfordítjuk. Hogyha hátulról kezdve olvassuk ezt a bibliai szakaszt, mert valóban akkor értjük meg, hogy mire is gondol Pál, hogy miért tartja nem csak, hogy elképzelhetőnek, hanem a javunkra valónak a mindenkori örvendezés. Így követhetjük a lapokon is ezt a hat mozdító, mindenkör örömre hívó igét. A legvégéről kezdve, és mégis elsőként ezt olvasva, hű az, aki elhívott. Hű az Isten, mert ez mindennek az alapja. Ezzel kezdődik a keresztény életünk, hűséges az Isten. Nem a hittel kezdődik, nem a mi hitünkkel, az ő hűségével. Valahol erről van az egész Biblia, és különösen is az evangélium, mert Jézus Krisztus az Isten megtestesült hűsége. Krisztus keresztje az Isten hűségét hirdeti. És üdvösségünk valóban hit által van, de nehogy azt gondoljuk, testvérek, hogy a mi erős hitünk által. Nem a mi erős hitünk által van üdvösségünk, hanem Jézus hite által. Jézus hűsége által. Ugye a görög szó mind a kettőt, hitet és hűséget is jelenti. Jézus Krisztus hűsége, az Isten hűsége által van üdvösségünk. És ez a hűség töretlenül, rendíthetetlenül áll Isten részéről. Ha mi el is hagyjuk őt, hogyha a mi hitünk ingadozik is, ő akkor sem hagy el. Hű az Isten. Sőt, hogyha tovább olvassuk ezt az igét, akkor azt is látjuk, hogy Isten hűsége cselekvő hűség. Meg is cselekszi azt, amire elhívott. Mert egy szemtelen, mozdulatlan Isten hűsége nem sokat jelentene. De a Biblia Istene hűséges, cselekvő Isten. Jézus Krisztus nem szemtelen Isten, hanem nagyon is szenvedő. Tehát életünkben, küzdelmeinkben nem vagyunk magunkra hagyva, hanem ott munkálkodik, velünk jár az Isten. Pál ezt így fogalmazza meg áldásként. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ő a békesség Istene, a hűséges Isten, a cselekvő Isten. Ő az, aki megtart. Ő az, aki megtart titeket, és megőriz titeket Jézus Krisztus eljövetelére. Pál apostol még bizonyára életében várta Krisztus visszatértét. Különösen is így néhány évvel, évtizeddel Jézus feltámadása után,
Ő még valóban kis időnek gondolta azt a kis időt, amiről Jézus beszélt. Mi már talán máshogy látjuk, talán az időt is az Isten kezébe helyezzük, így 2000 évvel Jézus Krisztus után. De abban nincs különbség, kedves testvérek, hogy akár hol is jár a mi időnk és az Isten ideje, egyedül az ő cselekvő hűsége, ő meg arra a napra. A feltámadás, az örök élet a mennyek országának eljövetelére. Csak ő tarthat meg, és ő meg is cselekszi azt. Ugyanakkor, kedves testvérek, mielőtt elragadtatnánk magunkat, szó szerint is és átvitt értelemben, az ige rögvest visszaránt a földre. Visszaránt a földre, és így olvasunk visszafelé haladva a lélek tüzéről és a prófétálásról is. Mert e kettő által tart meg Isten itt a földön. Nekünk itt van dolgunk, a gyülekezetben, ebben a világban, életünk útját járva, és Isten az ő szent lelke és igéje által formálja az életünket. Mert ezek azok az áldott csatornák, amelyeken keresztül Isten hűsége megtapasztalhatóvá válik. A lelket ne oltsátok ki. Akkora erő van ebben az intésben és bátorításban, csak a lelket ne oltsátok ki. Mert nélküle nem lenne hitünk. Üres lenne a legszebb igehirdetés, elhidegült a közösségünk, esélytelen mindennemű megújulás. A lelket ne oltsátok ki. A prófétálást ne vessétek meg. Olvassátok a Szentírást, hallgassátok az örök élet beszédét. Ne vessétek meg az Isten igéjét. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, mert csak e kettő által erősödhetünk meg abban a bizonyosságban, hogy Isten hűséges Isten. Ezt mutatja meg számunkra az ő lelke és szent igéje. Hát még valamit hozzátesz Pál apostol a szakasz középső részében, és úgy gondolom, hogy talán minden eddiginél nagyobb szükségünk van erre. Mindent vizsgáljatok meg. Mi jó és mi gonosz. A lélek iránymutatása és Isten igényének zsinór mértékén tájékozódva használjátok a józan eszeteket. Mert tulajdonképpen erről van itt szó. Mindent vizsgáljatok meg. Úgy, mint Luther a Bonszi birodalmi gyűlésen, amikor ott állt a császár előtt, és a korabeli világ minden hatalmassága előtt, és kérdőre mondták ezt az egyszerű vidéki szerzetest és tanítót, mondja vissza a könyveit, a tételeit. És ő erre azt felelte alázatosan, de mégis határozottan, hogy addig nem mond vissza semmit, amíg meg nem győzik a Szentírás igényével és józan észérvekkel. Mert nem tanácsos a lelkiismerete ellen cselekednie. Lélek, Isten igéje és a józan és szabadság. És tudjuk, mi lett azután, mi történt a világban, a reformációban. Lélek, Isten igéje és a józan és szabadsága. Micsoda ajándékai ezek a hűséges Istennek. A lelket ne oltsátok ki, az igehirdetést ne vessétek meg, és használjátok a józan eszeteket, testvéreim, hogy megítéljétek, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy mi hasznos és mi haszontalan. Hogy mi káros és mi üdvös. A hűséges Isten pedig veletek van döntéseitekben. Nem dönt helyettetek, de veletek van. Vele és nem nélküle. Veled és nem helyetted. Így cselekszik. Így formál. Így üdvözít. Szeretett testvéreim, ha pedig tudjátok, hogy Isten hűséges, cselekvő Isten,
meg is cselekszi azt, amire elhívott titeket, amit elkezdett bennetek. Ha élnek ezek az éltető csatornák, a Szent Lelke és az ő igéje, akkor immár józanul, tiszta fejjel és szabad szívvel kimondhatjuk egymásnak is, és hallgathatjuk ma az igehirdetés során itt, jubiláte vasárnapján, mindenkor örüljetek. Szüntelenül imádkozzatok, és mindenért hálát adjatok. Életeteket, kedves testvéreim, Isten hűsége tartja meg. És lehet persze keserűség, fájdalom, nehézség. Ezek a földi élet keresztjei, de ezekben is ott van velünk az Isten. Öröm van nálad, még ha búbánat ér is minket, Jézusom. Akkora ereje van ennek az ének sornak. Éppen erről beszél. A döntő, megtartó erő, Isten hűsége. Az, hogy ő hisz, én bennem. Mert nem én hiszek az Istenben, hanem ő hisz töretlenül én bennem, és ha ezt megértjük, akkor hogy ne válaszolnánk hittel, hűséggel Istenünknek. Az Isten hisz én bennem, abban, amit elkezdett bennem, az örök tehát teljes életre. Hű az Isten. Szeretett testvéreim, ezen az alapon játszhatjuk mindjárt az élet játékát. Csak ezen az alapon lehet játszani az élet játékát, de így lehet játszani. Bátran csatlakozzatok. Az örömöket mindenkor keresve. Szüntelenül imádkozva. És mindenért hálát adva hűséges Istenünknek. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked. Hálát adunk neked mindenért. A gyülekezetért, ezért a napért, a napsütésért, fiatalokért és idősekért itt a templomban. Azokért, akik hallgatják Isten igéjét otthonaikban. Hálát adunk neked minden örömért és megpróbáltatásért. Tégy minket minden nap egyre inkább hálát adó és örvendező tanítványá, hogy egész életünk imádságá legyen, hogy a mennyei örömből már itt örömre leljünk. Amen. Ifjúsági órát tartunk 7 órai kezdettel. Jövő vasárnap 8.30-kor Csánigon, 10 órakor Répcalkon tartunk úrvacsorás istentiszteletet, és kivételesen nem a hónap második vasárnapján, hanem ezen a vasárnapon ünnepelhetünk családi istentiszteletet is, anyák napi családi istentiszteletre hívogatjuk a gyülekezetünk tagjait, különös szeretettel a hittanos családokat, minden érdeklődő. Tehát jövő vasárnap családi istentisztelet.
Szeretettel hirdetem, hogy a gyülekezeti körlevelünk is most már több otthonba eljutott, és még a hét során is számíthatunk rá, hogy megérkeznek a körlevelek az otthonokba. Olvassuk, forgassuk, adjuk tovább. Maradt is még nyilván pár példány, hogyha valakihez nem jutott volna, itt a templom kijáratánál is találunk néhány darabot, és köszönjük a presbiter testvéreknek és mindazoknak, akik segítettek a körlevelek és segítenek a körlevelek kiosztásában. Egy távolabbi alkalmat is szeretettel ajánlok a testvérek figyelmébe. Május 21-én Celldömölkön egyházkerületi missziói nap, ismét artikuláris nap lesz az egyházkerület ünnepe, lesz ez a május 21-i alkalom. Ezen a vasárnapon a egyházkerületi elnökség püspök úr kérését követve nem a legtöbb gyülekezetben így itt sem tartunk istentiszteletet, hanem ott ünnepelhetünk majd együtt Celldömölkön az egyházkerület népével, csak ott lesz tehát istentisztelet. Jelentkezési idő jövő vasárnapig tart, így kérem, hogy mindazok, akik szeretnének együtt Celldömölkre utazni ezen a vasárnapon, iratkozzanak majd föl, hátul a kijáratnál is van erre lehetőségünk, illetve telefonon is jelezhetjük jelentkezésünket. Természetesen az artikuláris nap hagyományai szerint most is van lehetőség sétával, vagy a régi időket idézve lovaskocsival megközelíteni a helyszínt. Ezt is jelezzük, hogyha valaki sétálna, zarándokolna az artikuláris napra, ugyanakkor köszönjük azoknak is, akik autókkal tudják segíteni az odajutást, és jelezzük a jelentkezési lapon, hogy hány helyet tudunk így az autóinkba biztosítani az utazás megszervezése érdekében. Köszönöm, hogyha így hordozzuk ezt a napot, és legyen ez a gyülekezetünknek és egyház megyéknek és az egész egyház kerületnek közös hálaadó ünnepe, tehát május 21-én. Szeretettel hirdetem továbbá a múlt vasárnapi persejpénz, szuplikáció volt a gyülekezetünkben, az Evangélikus Hittudományi Egyetemet támogatjuk a múlt vasárnapi adományainkkal, Csánigon 8500 forint volt, Répcelapon 31200 forint. A héten két 10.000 forintos és egy 60.000 forintos adomány érkezett a gyülekezet részére, illetve egy 20.000 forintos adomány is. Isten áldja az adakozókat és adományaikat egyaránt. Az Evangélikus Élet legújabb számát is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, és ahogyan tapasztalhattuk is, miután ez is ide tartozik, hogy elkészültek a templom ablakoknak a javítása, a repett ablakok helyreállítása a múlt héten. Isten áldja az adakozókat és adományokat egyaránt. És végül megszomorodott szívvel hirdetem a testvéreknek, hogy mennyei atyánk magához szólította Csuka Ernő 74 esztendős testvérünket, és Tárics Ferencné német Erzsébet 95 esztendős testvérünket. Csuka Ernő temetése kedden 4 órakor, még Tárics Ferencné testvérünk temetése szerdán 3 órakor lesz a Répcelaki temetőben. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Thank you.
esetünk el és imádkozzunk. Istenünk, aki békességet, újongó örömét ajándékozott népednek, add, hogy Szent Fiad bátorításával könyörögünk hozzád. Így kérünk, kísérjen áldásod gyülekezetünket. Adj békességet nyugtalan szívünknek, vigasztald meg lelkünket, és add, hogy mindenkor visszataláljunk a veled való közösségbe, amelyre teremtettél bennünket. Így add, hogy itt a gyülekezet közösségében megerősödjünk a hitben, a veled és az egymással való közösségben. Táplálj és növeld hitünket szent igéddel, és így teremts újjá minket örvendező közösségé. Ugyanakkor imádkozunk azokért, Úrunk, akik szomorkodnak, akik megfáradtak, megkeseredettek, akiket az aggodalom gyötör, akik betegségben szenvednek. Te adj nekik vigasztalást, új erőt, jó reménységet és gyógyulást. Könyörgünk a világért is, szabadíts meg a békétlenség és a háborúság lelkétől. Erősíts meg a békesség gyermekeit az egész földön. Így hallgass meg minket, Urunk, add, hogy földi életünkben megváltunk húsvéti győzelmének áldásával éljünk. Egykor pedig részesüljünk örök békességedben, Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, akinek nevében most együtt, gyermeki bizalommal így imádkozom. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül fogadjátok az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon neked békességet.